Három éven belül 4500 modern textilgyűjtő konténert fog telepíteni a MOHU, vagyis a MOL hulladékgazdálkodási ZRT országszerte. Ennek köszönhetően megnégyszereződik a lakosság számára elérhető textil konténerek száma Magyarországon. A konténerek egyenként 250 kg textília összegyűjtésére lesznek alkalmasak. A Székesfehérvári Textrade Kft. Eleinte használt ruha nagykereskedelemmel foglalkozott, manapság pedig a textil ruha feldolgozásában és újrahasznosításában jeleskednek. A cég jelenlegi célja, hogy a beérkezett használt textíliák 99%-át sikeresen visszajuttassák a környezetbarát körforgásba. A válogatás egy félautomatizált kétszintes válogatórendszeren történik, ahol a kollégáink osztályozzák a ruhákat. A válogatás során a egyes ruhadarabok újrahasználatra, egyes ruhadarabok pedig újrahasznosításra kerülnek. Az újrahasználatra alkalmatlan ruhanemük, amik esetleg szakadtak, vagy kicsit jobban elhasználtak, azokat újrahasznosítjuk. Itt különböző tételek képződnek, ipari géptörlőrongy, textilipari alapanyag, lovaspályák talajába keverhető textiladalék, illetve készül még egy energetikai hasznosításra alkalmas textilapríték. Az Európai Unió felmérése szerint egy európai lakos évente átlagosan körülbelül 26 kg textíliát vásárol, és 11 kg-ot dob ki a szemétbe. Ennek 87%-át elégetik, vagy hulladéklerakóban helyezik el, így a nem szelektált, kommunális kukába dobott ruhák, textíliák nagy megterhelést jelentenek a környezetnek. Magyarországon jelenleg 1500 textilgyűjtő konténer található, ez a szám 2027-ig 6000-re nő, mivel a textilgyűjtő konténerek telepítésének köszönhetően minden 2000 főnél nagyobb lakosú településen elérhető lesz ilyen konténer, amennyiben a telepítési feltételek biztosítottak.